Következzenek a nehezebb feladatok. Itt van egy kifejezésünk, ugye két tabból áll, akkor kezdjük az elsővel. Az első tag nevezőjében a P négyzet mínusz 9 szerepel, hát amiről azért szerintem elég könnyű észre, ez P mínusz 3 szor P plusz 3 alakban írható föl, azaz a elemi racionális töltekre bontás, ugye azaz lesz, hogy 2P per plusz 5 per P négyzet mínusz 9 az egyenlő A per P mínusz 3 plusz B per P plusz 3, tehát 2P plusz 5 egyenlő A szor P plusz 3, meg B szer P mínusz 3. A két különböző gyök van, két, csak két, ugye ismeretlen, tehát itt ebből az esetben én a helyettesítést alkalmazom. P egyenlő 3 helyettesítése, azt kapázom tudom, hogy 11 lesz, itt pedig ez a szorzó tényező 0, tehát akkor ez itt 6 A-val lesz egyenlő, ez az A az egyenlő 11 hatoddal, a P egyenlő mínusz 3 helyettesítése, akkor ez a szorzó tényező 0, de akkor itt ezen az oldalon ugye mínusz 1 van, és itt pedig mínusz 6 B, tehát a B az pedig 1 hatod. Tehát ez tovább egyenlő, akkor 11 hatodszor 1 per P mínusz 3, meg 1 hatodszor 1 per P plusz 3. Jön a második, ugye kifejezést, ezt is természetesen, hogyha nem nagyon figyeljük, hogy mi van a számlóban nevezzük, akkor ugyanúgy elemi racionális töltekre bonthatjuk, de hát vegyük észre, hogy ugye a P négyzet mínusz 9, ez pont P mínusz 3 szor P plusz 3, azaz ez leegyszerűsödik, P mínusz 3-ban lehet osztani, ez a második kifejezés, ez simán 1 per P plusz 3 lesz. Természetesen elemi racionális töltekre bontása is ezt fogjuk kapni, csak hát sokkal gyorsabban megkaptuk ezt az eredményt, azzal, hogyha figyelünk rá, hogy mi van tényleg és a számlálóba és a nevezőbe. Na akkor ezek alapján nézzük, hogy mi is lesz az inverse Laplace transformát. Az első ugye 11 hatod szorozva, ugye P helyett P minusz 3 van, tehát ez azt jelenti, hogy E ad 3x-en, ugye, A egyenlő 3, E ad 3x-en van megszorozva melyik függvény, tehát ez 1 per P-nek, ahogy láttuk már, azaz pont az 1-nek a Laplace transformátja, tehát akkor ez itt egyszer E ad 3x, az az E ad 3x. A másodiknak értelemszerűen akkor az 1 hatot szorozva, az még ott E ad mínusz 3x, igaz, hiszen eljelve mínusz 3-mal, és az utolsó az megint csak E ad mínusz 3x. Természetesen megtettem, hogy ezt a kettőt összevonom és 7 hatodot írok helyette, de ezt azért nem tettem meg, mert ezt az első kifejezést nek az inverse Laplace transformációját egy másik módszerrel is meg fogom csinálni, mégpedig alkalmazom azt, hogy tanultam a hiperbolikus függvényeknek a Laplace transformátját, mert nem olyan nehéz megjegyezni, hogy az SHAX-nek ugye A per P négyzet mínusz A négyzet, CHAX-nek pedig P per P négyzet mínusz A négyzet, tehát ezek miatt ugye ezt a 2P plusz 5 per P négyzet mínusz 9-et úgy írom fel, hogy hát kétszer P per P négyzet mínusz 9, és akkor már is megvan ugye a koszinusz hiperbolikusnak a transformátja. Na most a színusznál ott ugye a számlálóba a 9-nek a gyöke a 3 kell, hogy ő följöjjön, tehát akkor ugye ez 5 harmadszor 3 per P négyzet mínusz 9 alakban fogom fölírni. És akkor, tehát ez csak az első kifejezés alapján, tehát itt nem kell talán racionális töltekre bontam, rögtön írhatom azt, hogy ez itt ugye kétszer, a, hát ugye megbeszéltük, hogy ez A az 3, tehát akkor CH 3x, ez pedig 5 harmad,
x-szorozva, és akkor SH. 3x. Na most elég nehéz elhinni, hogy ez ugyanaz, mint ez, úgyhogy most ennek megcsinálom, ugye kétszer. A CH az nem más, mint ugye 1/2, bocsánat, 1/2 szer, és itt van az, hogy íjad 3x, meg íjad mínusz 3x, meg 5/3 szorozva 1/2 szer, ugye az SH az íjad 3x mínusz íjad mínusz 3x alapján, ups, az egyenlő lesz, ugye ez íjad 3x, meg íjad mínusz 3x, itt lesz olyanunk, hogy ezt megnézzük, ez 5/6, és akkor szorozva íjad 3x-szel, mínusz 5/6, íjad 3x, mínusz 3x, és ha ezt összevonom, akkor ebből lesz ugye ez 1 egész, az 6/6, tehát 11/6, íjad 3x, ez pedig ugye 6/6-ból 5/6, akkor az 1/6, meg 1/6, íjad mínusz 3x. Jó. És nyilvánvalóan vizsgán dolgozatban bőven elég ebbe az alakban írni. Tehát sokkal gyorsabban megkaptam, ez a számítás már nem szükséges ahhoz, hogy maximális pontot kapjuk. Jó, tehát hogyha erre elég egyszerű összefüggésre emlékszünk, hogy nincs rajta a papíron, de hát most csak a mínusz az eltérés, és sok esetben gyorsíthat a megoldásnak a menetén. No, akkor, tehát ez volt az első feladatunk. Nézzük a következőt, ami nem más, mint 2P-1 / P-4 - 9. No, itt ugye jól láthatóan a szorzat alak miatt már is látjuk, hogy a P0, meg a P, hát ugye ugyanaz, mint az előző, P-90, tehát plusz-minusz 3 lesz a két gyökt, azaz megtehetnénk azt, hogy az amirracionális töltekre bontásnál ugye azt tesszük, hogy a A per P plusz B per P négyzet plusz, és akkor itt írhatnánk C per P-3-at, meg D per P+3-at, de az előzők alapján gyakoroljuk már ezt a hiperbolikus dolgot, úgyhogy C-szer P plusz D per P négyzet mínusz 9-et fogok írni. Jó? Tehát ezt nem bontom tovább. Másodfokú, akkor számlálóban első fokot kell írni. Akkor ezek alapján ugye azt kapom, hogy a 2P-1 az egyenlő lesz, és akkor az át kell szorozni P-vel és P-4-9-el, a B-t az szorozni kell P-4-9-el, a CP-D-t az pedig szorozni kell P-4-tel, 2P-1 egyenlő, és ott el lehet dönteni, hogy most melyik módszert, az egyenlő együtthatók módszerét alkalmazzuk, vagy a helyettesítést. Hát ugyan három különböző gyökünk van csak, négy ismeretlenünk. Most melyik módszert válaszok? Hát válaszok az egyenlő együtthatók módszerét. Akkor keresünk még ugye, hogy hány köbös kifejezésünk van, P köb, innen kapunk ugye A darabot, itt nincs, onnan meg kapunk C, tehát A plusz C négyzetes. Innen nem lesz, innen van egy B, onnan pedig lesz egy D-nk. Első fokú, akkor innen lesz egy mínusz 9-ánk, és első fokút kapunk még sehonnan, mínusz 9-ászor, jó. És akkor a konstans az pedig csak innen a mínusz 9B lesz. No, nem is olyan nehéz egyenletrendszer ez, mert ugye az azt jelenti, hogy a 0 egyenlő A plusz C-vel, nincsen harmadfokú, nincsen másodfokú sem, tehát a B plusz D is. Első fokúból van 2, az mínusz 9A, konstansból van mínusz 1, itt ott pedig mínusz 9B, tehát akkor ezek alapján ugye az utolsókból kapjuk azt, hogy a B az egyenlő, tehát innen B egyenlő
1,9-edben, innen kapom azt, hogy az A egyenlő mínusz 2,9-ed, de hogyha megvan az A meg a B, tehát ha az A megvan, akkor a C az 2,9-ed, a D az pedig ugye ebből, a D az mínusz 1,9-ed lesz. Tehát ezt tovább úgy írhatom fel, hogy A per P, tehát akkor az mínusz 2,9-ed, szorozva 1 per P-vel, a B az plusz, igen, az plusz 1,9-ed, 1 per P négyzet. És a CP plusz D-t, hát itt ugye ezek nem nagyon szép számok, úgyhogy ezt szétszedem, tehát azt úgy fogom fölírni, hogy plusz C-szer, azaz 2,9-ed szer P per P négyzet, mínusz 9 plusz, ugye D szer, a D nem plusz, az mínusz, mínusz 1,9-ed szorozva 1 per P négyzet, mínusz 9-el. Jó? Tehát akkor megvan a elemi racionális töltetekre bontás, és akkor ezek alapján keressük vissza, mi lehet az eredeti függvény, tehát akkor n-nel jön. Nézzük az elsőnek, hogy 1 per P, az pont az 1-nek a Laplace transzformálja, akkor mínusz 2,9-ed. Az 1 per P négyzet az az x-nek, tehát meg 1,9-ed x. Itt van P per P négyzet mínusz 9-ünk, ugye, az, bocsánat, egyre lejje kell mutatnom, mert fent van a P, tehát ez akkor koszinusz hiperbolikus 3, ugye, mert 9, a gyökér az 3, tehát 2,9-ed CH 3x-et ad. Itt van egy mínusz 1,9-ed, de az SH-nál ugye kellene fölül egy 3-as, tehát akkor ide egy 3-as, hogyha beírok, akkor ide a nevezőbe kell, tehát akkor az mínusz 1,27-ed. És akkor SH 3x lesz a feladatnak a megoldása. Jó, rovoljunk tovább, és nézzük a következőt. Az pedig a 2P-1, hát változatlan a számláló ezek szerint, és P plusz 3, P négyzet, mínusz 9. Hát az előző feladat után direkt választottam ezt a feladatot, hogy P négyzet, mínusz 9 van itt is, mert úgy mondanánk, hogy akkor hasonló felbontású lenne, nagyon vigyázzunk oda. Ennek az első szorzót, így ezek a mínusz 3 az gyöke, tehát ez a 3 szám az kétszeres gyöke a nevezőnek, úgyhogy ebben az esetben az a felbontás nem lenne jó, hogyha úgy szednénk szerint az előzőnek, ezt mindenféleképpen oda kell erre figyelni, hogy ez itt P plusz 3 a négyzeten szorozva P minusz 3-nak, ez az azt jelenti, hogy a elemi racionális töltetek felbontásánál szerepelnie kell olyannak, hogy B per P plusz 3 a négyzeten. Jó? Tehát ez itt A per P plusz 3 plusz B per P plusz 3 a négyzeten plusz C per P minusz 3 alakban írható fel. Jó? Tehát ez nagyon lényeges, hogy azért figyeljünk oda, hogy a gyökök azok hogyan is helyezkednek el, mert nyilván lehet másképpen szorzattal alakítani a kifejezést, látjuk, tehát így is, meg így is felírható. És ebből már rögtön látszik, hogy ez a helyes elemi racionális töltetekre bontás. Hát ezek után persze a feladat az már gyerekjáték, ahogy megszoktuk, hogy a 2P mínusz 1 egyenlő A-szor, ott azt meg kell szorozni, P plusz 3-szor P mínusz 3-mal, ez a P négyzet mínusz 9-el, plusz B per, azt csak P mínusz 3-mal kell szorozni, a C pedig, ugye P plusz 3 a négyzetennel. No, hát ugyan, csak két különböző gyökön van, három is, mert mégis a helyettesítést alkalmazom, hogy az is működhet, csak akkor majd fogunk választani egy olyan gyököt, ami biztosan, és olyan értéket, ami nyilván a nulla lesz majd, amivel legkönnyebb számolnak. De nézzük, akkor helyettesítve a P egyenlő 3-at, ugye ez a szorzó tényező, ez a szorzó tényező is nulla, tehát akkor azt kapjuk, hogy ide beírva a P egyenlő 3-at, az ugye az 5 egyenlő,
és akkor itt ez kiesik. 3 meg 3 az 6, a négyzetem az 36 C. Tehát C egyenlő 5/36-od. Hát nem a legszebb szám, de ez jön ki. P egyenlő mínusz 3 helyettesítése, ez a szorzó tényező 0, ez a szorzó tényező 0, és a mínusz 3-ot ide beírom, akkor ugye azt kapom, hogy itt mínusz 7 egyenlő, és akkor itt ez mínusz 6 B-t ad. Tehát a B az egyenlő 7/6-oddal. P egyenlő 0 választása, talán a legkönnyebb számolni, akkor ezen az oldalon mennyi? Mínusz 1 van, akkor ez itt mínusz 9 A, ez itt mínusz 3B, és ez pedig ugye 3 a négyzetemnek 9C. Jó, na most. Akkor ezt ugye ára kellene megoldani, mínusz 1, egyenlő mínusz 9a, mínusz 3b, akkor itt ez ugye mínusz 7 kettedet ad, egyszerűsítsünk, 9, ugye ez itt 9-szeresét kell venni, 4x9 az 36, tehát akkor itt is egyszerűsítünk, az azt jelenti, hogy ez itt 5 negyed lesz. Jó. Akkor ez már oda nem fér, akkor ide számolom. Na persze sikerült letörölni a B-nek az értékét. Ugye a B az egyenlő volt. Fölött talán mennyi? 7/6. 7? 6-od. 7/6-od. Köszönöm szépen. Jó. No, tehát akkor azt kapom, hogy ezt mínusz 1, meg 7 ketted, mínusz 5 negyed, egyenlő mínusz 9 A-val. Akkor a közös nevező az a 4, tehát mínusz 4, meg 14, mínusz 5 per 4, egyenlő mínusz 9 A-val. Tehát ezért, ha jól számoljuk, az pontosan 5 negyed. Mínusz 9 A, tehát az A az egyenlő mínusz 5/36-od. Ja. Mínusz 5/36-od. És akkor ez azt jelenti, hogy A az mínusz 5/36-od, 1 per B plusz 3, B az 7/6-od, 1 per B plusz 3 a négyzetem, a C az pedig 5/36-od, és akkor 1 per B minusz 3. Így a Laplace transform, inverse Laplace transformát, ugye ez mínusz 5/36-od, 1 per b helyett 1 per b plusz 3 van, tehát akkor ilyen mínusz 3x, meg 7/6-od, itt ugye p négyzetünk van, tehát akkor az x van, ugye megszorozva az ilyen mínusz 3x-szel, itt pedig ugye csak simán 5/36-od, ilyen 3x-et kapunk. Jó, tehát ez lesz a feladatnak a meg.